Tekintve, hogy ez a választási év előtti utolsó kongresszusunk, érthető, hogy mindenki az esélyek, illetve a kampány felől közelíti meg a mondandóját. Ehhez a diskurzushoz szeretnék így röviden, nyugodjatok meg röviden, ebéd után hozzászólni, mégpedig egy kis győzelem tipológiával. Ugyanis azt gondolom, és a minisztertársaim is azt gondolják, hogy győzni többféleképpen lehet. Lehet például jobb híján, érdemi kihívó nélkül, valódi alternatíva hiányában. De lehet győzni politikai, világnézeti alapon is. És lehet győzni, akár hiszitek, akár nem, a kormányzati teljesítmény alapján is. Miközben én sem tartom indokolatlannak a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy ennyi idő után sincs érdemi ellenzéki alternatíva Magyarországon, miközben az ellenzéki pártoknak lassan több miniszterelnök jelöltje van, mint szavazója, aközben kormánytagként szívesen mondom el nektek, és ajánlom ezt minden magyar választópolgártársam figyelmébe, hogy a Fidesz nem csak másokhoz képest, hanem a saját kormányzati teljesítménye alapján is érdemes egy újabb választási győzelemre. Nem jobb híján tehát, hanem éppenséggel a jobb jogán. Tisztelt kongresszus! A második és a harmadik Orbán kormány ugyanis több munkát végzett el egyetlen ciklus alatt, mint a különféle nevek alatt futó Gyurcsán kormányok, két teljes ciklus alatt. Fogalmazhatnék akár úgy is, hogy 2010 után rehabilitáltunk egy súlyosan terhelt kifejezést, az elmúlt 8 évet. Ami sokáig szitok szó, az elvesztegedett idő kifejezése volt Magyarországon, az lassan újra azt jelenti, amit egy normális világban jelentenie kell. Két ciklusnyi elvégzett munkát, két ciklusnyi előrelépést. Kormányzó képesség és kormányzati teljesítmény, ezekről nem éppen lényegtelen szempontokról meglepően kevés szó esik manapság. Pedig józan, különösképpen józan alföldi ésszel mégiscsak ez volna a választás tétje. Az, hogy olyan erőre bízzuk-e az ország sorsát, amely a magyar szuverenitást megőrzi, vagy olyanra, amely sztahanovista módon egyre többet ajánl föl Brüsszelnek, egészen pontosan Berlinnek és Párizsnak. Olyan erőre bízzuk-e az ország sorsát, amely megvédi a hétköznapok biztonságát, vagy olyanra, amelyik tárva nyitva hagy ajtót, ablakot, és védtelenül az ország határokat. Olyan erőre bízzuk-e az országot, amelyik hatástalanítja a devizahitel bombát, és megzabolázza a rezsiköltségeket, vagy olyanra, amelyik inkább megmagyarázza, hogy mit, miért is nem lehet. Itt jegyzem meg, ha valaki mumust csinált Brüsszelből, a magyarok fejében az nem ez a kormány és nem ez a párt volt, hanem az a Streber politika, amely a magyaroknak éveken át minden jogos nemzeti igényére azt felelte, hogy sajnos uniós jogszabályok nem engedik, Brüsszel nem hagyja, egy ilyen lépéssel kiiratkoznánk a civilizált államok közül, stb. Nos, ennek a státuszkóval takaródzó, gyáva, nyálas és szervilis politikának az elmúlt években elég egyértelmű üzenetet küldtek a brit, az amerikai, a lengyel és a katalán polgárok és a magyarok is. Mert az lehet, hogy a magyar kormányok több magatartás szorgalom ötöst kaptak Brüsszelben akkor, amikor Magyarországnak még a hangját se lehetett hallani egy-egy sorsfordító döntés vitájában, de ettől még egy szemernyit sem lettek könnyebbek és jobbak a hétköznapok itthon, 3200-nál is több magyar településen. Márpedig a politikának és a kormányzásnak mégiscsak erről kellene szólnia, a nemzeti érdek érvényesítéséről. Akkor is, ha az mások számára bosszantó vagy kevésbé profitábilis, mint korábban volt, úgyhogy azt mondom nektek, nincs okunk visszavonulót fújni. Jobb ma egy Európa parlamenti, jobb ma egy Verhofstadt hiszti, mint holnap egy kényszer betelepítési kvóta. Jobb...
Jobb ma egy kritikus New York Times cikk, mint holnap egy újabb IMF hitel. És ami a legfontosabb, jobb ma egy báb ellenzék, mint holnap egy báb kormány. Kedves barátaim! Ahhoz persze, hogy erős nemzeti kormány élni is tudjon az erejével, szüksége van a folyamatos támogatottságra. Szüksége van a folyamatos támogatásra. Sokféle szövetségre kell és lehet gondolni, amikor támogatásról beszélek. És ezek között természetesen a választópolgárok támogatása, a tőlük származó fölhatalmazás a legfontosabb. De itt és most mégiscsak egy pártkongresszuson lennénk, ha ebéd után is. Mégis egy másik szövetségről szeretnék szólni. A politikai család támogatásáról, a ti támogatásotokról. Arról a támogatásról, amit az ember a sajátjaitól kap, egy-egy nehezebb, időnként akár reménytelenebbnek tűnő küzdelemben. Mint amilyen például a csiki sörért vívott jóízű küzdelem volt, hogy egy személyes ügyet mondjak mindjárt elsőként. Vagy amilyen azokért az uniós milliárdokért folytatott küzdelem volt, amiket a régi elmúlt 8 év kormányai simán veszni hagytak volna, és amiket mi csak azért is megmentettünk, és az utolsó eurócentig Magyarországra visszahoztunk. Vagy, hogy a leghíresebb és egyben legszimbolikusabb példát említsem, ilyen volt a műszaki határzárért folytatott küzdelmünk. A kerítésért folytatott magyar küzdelem, amely ellen nem csak Brüsszel ágált látszólag érthetetlen és önsorsontó módon, hanem a világ nagyobb gazdasági érdekcsoportjai is, bár ezt a kettőt, Brüsszelt és egy részvénytársaság tulajdonosi közgyűlését időnként ma már nem könnyű szétválasztani. A kerítés építésekor Európa a magyarokkal, a magyar ellenzék pedig a kormánypártokkal, a Fidesszel játszatta el a rossz rendőr szerepét. Hogy aztán utólag szép csöndben bevallják, volt miniszterelnöktől kezdve a volt miniszterelnök jelöltik bezárólag, hogy jobb ötletük nekik sincsen, és még akkor sem mernék lebontani a kerítést, ha hatalomra kerülnének. Nem merték volna felépíteni, és nem mernék lebontani. De akkor mit mernének? Vajon rá lehet-e bízni az ország és Európa, sőt az európai életforma védelmét arra az erőre, amelyik semmit sem mer? Nem mer kerítést építeni, és nem mer lebontani. Amelyik se pró, se kontra nem mer, nem tud cselekedni. Se hal, se vér. Amelyik igenis cselekvőképtelen. Kedves barátaim, ma az a legfontosabb, hogy a Fidesz egy cselekvőképes párt. A Fidesz olyan párt, amelynek a vezetője Orbán Viktor és politikusai Magyarországon, sőt Európában is az elsők között mondták ki azt, amit a többség nem mert. És az elsők között tették meg azt, és ez még fontosabb, amit még a kevesek sem mertek megmondani. Ez pedig finoman szólva nem minden európai és magyar politikus mondhatja el magáról, illetve manapság elmondhatja, figyeljétek csak meg! Hamarosan eljön az idő, amikor megpróbálja majd azt mondani mindenki magáról. Csak ettől ez még nem lesz igaz. Tudjátok és ne felejtsétek, a tömegből utólag mindenki úgy emlékezett, hogy ő Jézust kiáltott, amikor kérdezték, valahogy mégis többfelől hallatszott az, hogy Barabás. Ti fideszesek azonban akkor is egységesen és rendíthetetlenül támogattátok Magyarország kormányát a nemzeti érdekérvényesítésben, ha szabad mondanom, a magyar ribélióban, amikor még csábító lett volna különvéleményt megfogalmazni. Csábító lett volna fideszesként óvatosan ellépni a sajátjaitok mellől. Csábító lett volna kibeszélni, fenntartást megfogalmazni. Csábító lett volna név nélkül nyilatkozni. Ti nem tettétek, mi nem tettük. Köszönhet érte. Jól tudom,
hogy kevésszer kaptatok ezért nyilvános köszönetet, most itt az idő és az alkalom, hogy kapjatok. Hogy köszönetet mondjunk, köszönetet mondjak érte én magam személyesen is. Köszönöm a minisztertársaim és a magam nevében, hogy az elmúlt években erős és hűséges társak voltatok, és hűséges társak maradtatok, hogy erős hátországát adtátok a kormányzásnak. Ennélkül a támogatás nélkül ugyanis nem lehet eredményes kormányzati munkát csinálni, csak olyat, amilyet 2010 előtt láttunk, olyat meg nem érdemes, olyat meg minek is csinálnánk. Kedves barátaim! A kritikusai, a politikai ellenlábasai még ma is gyakran megfogalmazzák a Fidesszel szemben vádként, hogy túl egységes, hogy túl fegyelmezett párt, hogy mindig összezár, hogy a belső vitái, ha vannak is, nem látszanak és nem szivárognak ki. Ez azonban ideje lenne mindenkinek megérteni és megtanulni, a politikában nem gyengeség, hanem igenis a legnagyobb erő. Az olyan politikai közösség ugyanis... amelyben a vezetők újra meg újra baráti tűzben esnek el, amelynek a belső vitái mindig élő adásban követhetők, persze nevük elhallgatását kérő belső forrásoknak köszönhetően, amelynek a politikusai jobban meg akarnak felelni a brüsszeli főhivatalnokoknak, a nagy nemzetközi bankcsoportoknak és a multivállalatok igazgató tanácsainak, mint a magyar polgároknak és a magyar vállalkozásoknak, na az a politikai erő, az a párt nem csak alkalmatlan, de képtelen is egy ország kormányzására. Igen, tisztelt kongresszus! Azt gondolom, a Fidesznek 2018 tavaszán reális esélye van arra, hogy ismét lehetőséget kapjon a kormányzásra. Ha ez megtörténne, az egyedülálló teljesítmény lenne Magyarország rendszerváltozás utáni történetében. Kedves barátaim, egyszer alkotmányozó többséget szerezni ugyanis politikai siker. Újra megismételni ezt a sikert hatalmas lehetőség. De harmadszor is fölhatalmazást kapni a választóktól, az már történelmi felelősség. Én hiszek abban, hogy ebben a kormányzóképes nyakas pártban, a Fideszben megvan a lehetősége egy újabb választási győzelemnek. És megvan a lehetősége annak is, hogy egy harmadik kormányzati ciklussal új fejezetet írjon a magyar nemzet történelmében. Csináljuk meg, hogy végre egyszer Magyarország nevethessen a végén.